Hello mindenkinek, én Gibi vagyok és köszöntelek titeket egy újabb City Skylines videóban. Vissza is tértünk és itt vagyunk jelenleg az ércipari zónánk fölött, ami egyébként szépen benépesedett. Olyannyira, hogy a forgalommal probléma van, nem is kevés. Gondolkoztam azon, hogy több ilyen kis átvezetőt kialakítok, viszont hát az lehet, hogy kicsit furcsán néz neki. Nem tudom, szerintem az úgy furcsa, hogy minden utat összekötünk, vagy minden másodikat még az is, de ez meg itt mindenféleképpen meg kell oldani, mert elég rossz a helyzet. Úgyhogy hát ez van most ezen a területen. Egyébként ugye az előző részekben probléma volt azzal, hogy szagadt a játék néha. Kiderült, hogy az Nvidia szórakozott valamit, és hát még most is fennáll a probléma, viszont már sokat javult. Úgyhogy reméljük ez nem fog annyira zavarni ebben a videóban, most azt nézem, hogy mennyire simán fut a játék, és egész jó egyébként. Úgy de nagy hangzavar még. Na, tessék, itt van az első szaggatás, de szerencsére nem olyan hosszú, mint amilyen volt korábban. És most látom, hogy működik is az egyik asset, amit letöltöttem. Ez pedig új típusú buszokat ad a játékhoz. Ami itt van, ja, mondjuk a másik irányból kéne nézni. Hopp, eltűnt az autó. Hát jóval világosabbak, az pedig a gyári sötét kék, az is eltűnt. Az úgy jó. Eltűnnek a buszok a városban. Úgyhogy vannak új buszok is. Egyébként azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy tudok én olyat csinálni, hogy a busznak mondjuk a... ez az. Összesen 1, 3, 5, 6, érdekes, a kettes hiányzik. Hát nagyjából 14 vonalunk van, na most ezeknek változtatni kéne a színén. Tehát mondjuk legyen egy piros buszjárat. Oké. Na, piros. Piros. Hogy né? Aztán most ebből hogy tudok kilépni? Ja, így, oké. Akkor van kék-piros, akkor legyen sötét-kék. Ezt azért szeretném megcsinálni, mert zavar, hogy csak egyszínű buszok járkálnak a városban. Úgyhogy most ezzel kezdjük a részt. Aztán lehet egy... lehet egy ilyen... türkiszkék színű, vagy cián, nem is tudom. Illetve lehet egy ilyen... Na, kicsit visszább. Egy ilyen nagyon világos kék is. Oké, ezek nagyjából egyébként ugyanazok. Akkor lehet egy ilyen... félig zöld, illetve egy tényleg zöld. Oké, spóroljunk a színekkel. Akkor lehet egy citromsárga, gyönyörű buszszínek. Úristen, még rengeteg van. Lehet narancssárga is. Egyébként erre van elvileg egy mod is, nem sikerült megtalálnom. És hát találtam valamit, de azt lehet, hogy már nem is fejlesztik. Lehet egy rózsaszín, vagy inkább ciklámen, nem is tudom. Illetve lila kéne még. Ó, ez az. Nagyon jó. Látjátok itt a vonalak egyébként, hogy változnak. Nagyon király. Akkor legyen egy piros. Ja, de pirosunk már van. Hoppá. Kezdünk kifutni a színekből. Akkor legyen egy ilyen sárgás-zöld. Ez elég furcsán néz ki. Jó, és még az utolsó vonalnak kéne. Legyen fekete busz. Fekete buszok azok jók. És akkor most már egy csomó különböző színű busz megy a városban. Vannak ilyen lila buszaink is. Hát érdekes. Érdekes. Na, megint van egy fagyásunk. Azt akartam még megnézni egyébként, hogy a fekete buszok azok hogy néznek ki. Tehát ha most én keresem. Itt igen. A fekete busz az a 15-ös. És az hol? Hol járkál? Aha, ez itt a fekete. Nézzük meg akkor a fekete buszokat. Mondjuk most per pillanat egyesre látok. Aha, ezeket át is lehet nevezni. Hát ez most be is ragadt. Nem jön most fekete busz? De ott van egy. Ott van egy, hoppa, ott van a fekete buszunk. Már mind beakadtunk. Itt jön szépen, úgy jól néz ki.
Na, és vannak is négyen a buszon. Tök szép. Na, akkor ezt is megcsináltuk ebben a részben. Ezt egyébként itt most lendületesen ürítem. Ezt a szemétlerakó területet kicsit fel is gyorsítom az időt, ugyanis ez az egy út még itt fejlesztésre vár. Hogyha pedig már útfejlesztésről beszélünk, akkor szerintem eljött az ideje, hogy itt a nagylakossági zónának a keret útjait felfejlesszük. Ami egy nagyobb projekt lesz, mert hát ugye vannak olyan épületek, amik miatt nem lehet majd csak úgy fejleszteni a dolgokat. Viszont minden esetre mi ezt most megtesszük. Úgyhogy nézzük, mi kell nekünk. Ezt itt kapásból nem tudjuk. Az jó, akkor menjünk el a végig felül, és most mi történik? Ja, hogy befagytunk, értem. De akkor az ikon az miért lebegett tovább, hogyha befagytunk? Az még furcsa. Jó, leállítom az időt, mert ennek elég erős következményei lehetnek. És itt jön az összes színes busz. Azt nézzétek, megint egy parádé. Zseniális. Még egy kicsit aggasztó, hogy ilyen sok busz egy ilyen kis helyre tömörült. Itt valami nincs rendben a vonalakkal. Viszont egyenlőre itt felfejlesztjük azt, amit tudunk. És akkor utána visszatérünk egy következő körben. Ha megnézzük, hogy miért nem tudtuk az adott szakaszokat felfejleszteni. Mi van itt? Ó, egy japán kert. Hogy itt maradt a fasor, azt nézzétek. Nagyon király. Ígyni. Ez jöhet is vissza, de igazából szerintem teljesen mindegy, hogy most egy 3 négyzetrácsal arrébb rakjuk. Mi van itt? Egy kosárlabda pálya. Oké, hát nagyjából a felső keret elkészült. A zónák azok így nagyjából megvannak. Itt az áram mondjuk egy kicsit... az egy kicsit eltűnt, de majd ha épül ide kereskedelmi zóna, akkor megjavul. Bár lehet, hogy azt nem fogom megvárni. Mondjuk így. És... ja igen, mert az itt... aha, azt hiszem is kellett volna megvárni. De most már elvileg megjavul. Így van. Oké. És akkor még gyorsan a lámpákat kell megnézni. Egyébként rájöttem, hogy ez a szaggatás kicsit sem javult meg. Ami egyáltalán nem tetszik. Láthatját most is, tehát folyamatosan ez van. Most gyakoribbá váltak a szaggatások, én arra jöttem rá. Hoppá, az pedig jó volt. Oké. Szóval felső keret megvan. Hú, de sok zöld van itt. Igen, hát ez egy kicsit furcsán néz ki. Úgyhogy megvannak a keretek. Arra gondoltam, hogy van itt nekem egy... ilyen kis épületem, ez egy földgömb egyébként, World's Biggest World. Ez egy parkba például nagyon jól nézhet ki. És arra gondoltam, hogy rakhatnánk ide középre. Jelen mondjuk út, aha. Az viszont nem jó. Út mellé kell rakni. És mi van akkor, hogyha én ezt ebbe be akarom rakni? Nem. Mindenféleképpen út mellett kell lennie. És ez miért nem jó útnak? Ott mellette. Pedig ezt valóval le akarom rakni, és hogyha ide raknánk. Hopp, bocsánat, nem jó. Aha. Pedig ez tök jó lenne valahova, ilyen központi helyre. Viszont olyan sok nincs is a városban, ami központi helynek felelne meg. De miért kell mindig mindent út mellé rakni? És ha ide rakom... ez hogy néz ki itt? Hát nem a legszebb hely neki. Nem a legszebb hely neki. Viszont rakhatnánk mondjuk ide a kis kikapcsolódó helyünkre. Valahova. Hol vannak itt helyek? Hát nem sok van. Az baj, hogy egy csomó mindent bezsúfoltunk már. Rakhatnánk mondjuk ide. Úgyné. Itt egész jól néz ki szerintem. Úgyhogy ez így fog kinézni. Szerintem teljesen jó. És hogyha már itt vagyunk, akkor szerintem fejezzük be ezt a területet. Ugye az előző részekben szó volt arról, hogy... és hát amikor megépítettük, akkor szó volt arról, hogy... hát még lett volna pár épület, amiket nem raktam ide. Viszont ez most meg fog történni.
ugyanis beraktam még jó pár dolgot, amiket most szépen ki fogunk próbálni. Nézzük, mik azok, amiket... Aha, például van szökőkutam is, azt... hát egyelőre még nem teszem le, majd meglátjuk. Viszont van nekem medencém valahol, most nem is tudom, hogy hol. Értelem, viszont van teniszlabda pályám, a teniszpályám, ami elég kicsi. Elég kicsi, és ez nem is annyira tetszik ebben. Mondjuk egész kicsi helyekre is be tudnám így zsúfolni. Hogyha ide rakok egyet, az hogy néz ki? Hát elég kicsi, de szerintem elviselhető. Rakjunk még pár helyre. Például rakhatunk ide is egyet, meg ide is egyet. Így szétszórva. Oké. Na. Talán még ide is egyet rakhatunk le, és akkor jó sok teniszlabda pályánk van most már. Aztán van nekem egy ilyen nagy foci pályám is, ami tényleg elég nagy. Az való ide... Ott. Az úgy... Vagy az úgy nem jó? Hát elég felre. Jó, hát egyelőre ide raktam, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul ez a hely. Mert még rengeteg mindenem van egyébként. Vannak még itt dolgok, például medencéket kéne ide rakni, ugye azt nagyon is akartam. Mert azért több medence sosem ártana egy ilyen akvapark mellé. Úgyhogy hát jól lepattantunk. Van itt valahol medence. Miközben lehet, hogy arrébb lesz. Ez az? Ez az, igen. És nem is olyan nagy. És csak úgy le tudom tenni, na ezt imádom. Amikor csak így le lehet tenni. Akkor hol van a medencénk? Itt van. És akkor parkunk. Akkor teszünk le. Aha. Jó van. Akkor ezt egy kicsit arrébb rakjuk, és akkor talán még elfér itt egy harmadik. Igaz? Úgy bizony. Na, ez az. Jó, akkor van három medence itt hátul, amik jobban fognak kinézni, hogy egyszer eláll az eső, de hát arra még várhatunk. Aztán van itt egy másik teniszlabda pálya, ami jóval nagyobb, úgyhogy lehet, hogy ezt kellett volna először letenni. És ezt is csak úgy le tudom bárhova rakni. Akkor tegyünk le ebből kettőt ide. Mert ez azért egy fokkal nagyobb, mint a másik. És egész jól néz ki itt a járda mellett. Viszont nem tudom, hogy fognak-e jönni ide emberek, hogyha nem rakom út mellé. Mert annyira nem is csatlakozik egyébként az úthoz. Na jó. Aztán, mik vannak még itt? Visszafele, hogyha jövünk. Szökőkút, igen, itt már különösebb dolgok nem lesznek. Ez pedig egy teniszklub, ami még nagyobb. És rakhatnánk mondjuk ide. Aha, ez is nagyon király, itt rögtön három pálya is van. Viszont akkor bővíteni fogom szerintem a zónát, mert például ezt is bele kéne venni. Úgyni. Igen, ez egy elég érdekes park egyébként, olyan tök formátlan az egész. De kicsit mindig szépítünk rajta. Oké. Aztán még mindig van egy csomó minden. Például pálmafákat akarok rakni a kis fürdő helységünk közelébe. Úgyhogy innen sajnos kitöröljük most a fákat. Ja, az gyári, oké. Így, ez kár volt egyébként ezzel szenvedni az előző részekben. Viszont vannak nekünk itt pálmafáink, amik szerintem lenyűgözően néznek ki. Úgyhogy rakunk le ebből még párat. Vannak kicsik, nagyok egyaránt. Általában. Viszont ezeket lehet, hogy egy kicsit elszórtabban teszem le. Aha. Nagyon jó, még talán oda egyet. Úgyné, még ott a medencék köré is tudnak alá menni, hűsölni az emberek. Oda be tudok, azaz be tudok rakni egyet, viszont azt akkor ott kitörlöm.
aggódni. És jöhetne ide mondjuk egy kisebb változat, vagy akár több is. Ú, még oda is tudok rakni. Hát ez zseniális. Illetve akkor azokat is kitöröljük. Jaj, nem. Csak a fákat. A fürdőt azért ne töröljük ki. Úgyné. Szép kis pálmafák legyenek itt körülötte. Az igen, és a csúszda a fa körül megy. Az igen. Na. Hát akaratlanul is sikerült egy izgalmas csúszdát létrehozni. És akkor még ide rakhatunk dolgokat. Egyébként ott van egy macska az eszköztárban. Azt ne is nézzétek. Egyelőre még nem fontos. Majd talán egy későbbi részben. Oké, akkor pálmafák kövezik mostantól a kis fürdő területünket. Ami szerintem nagyon feelinges. Még esetleg tudnék rakni ide párat. Úgyne, így elszórtam. Na, tökre havajos feeling van. Egyébként van itt még jó sok ilyen trópusi növény, ami így néz neki például. Hát ezekkel nem annyira akarok szórakozni, mert elég kicsik és elég sok időbe telik letenni őket. Mik ez jó nagy. Na mindegy, raktunk le oda hármat, legyenek vele boldogak az emberek. Aztán még mindig vannak szerintem dolgok, csak nem tudom, hogy azokat hova rakta. Kezdjük akkor mondjuk innen. A stadionunk, igen. Aha, ezek még itt nem fontosak szerintem. Ez mi? Akvárium. Ezek gyári dolgok szerintem. Hát van itt nekünk egyébként egy ilyen Royal Palace, aminek elég nagy a hatóköre, de szerintem még ide nem kéne lerakni, mert ez nem arról szól, hogy itt királykodjanak az emberek. Jó, úgyhogy nagyjából így fog kinézni most ez a kis sportcentrumunk. Szerintem egész jól alakult. Itt mire várnak az emberek? Lámpára? Nem, csak úgy várnak, mert az úgy jól esik nekik. Ja, mondjuk lehet, mert nem tud kanyarodni, amíg nincs felemelkedve a sorompó. Aha. Az elképzelhető. Nézzük, most felmegy a sorompó. És elindulnak, jól van. Nézzük még, miket kéne csinálni. Hát szerintem így nagyjából megvagyunk erre az epizódra. Szóval gondolkoztam azon, hogy esetleg ide a régi faipari zóna helyére rakhatnánk lakossági zónát, mert ide nem nagyon akarnak visszajönni, és iparra még nincs is igény. Viszont hogyha... Aha, van is lakosságra igény. Mert attól félek, hogyha én most itt kijelölnék egy lakossági zónát, akkor az nem oldaná meg ott a helyzetet, mert messze van. De kipróbálhatjuk egy kisebb területen. Kisebb területen mindenféleképpen kipróbálhatjuk azt, hogy mondjuk innen leszedjük az ipari zónákat. Jaj, nem akartam a kereskedelmébe belenyúlni. Bocsi. Úgyné. Még talán ezeket is. Úgy, és akkor itt. Ez se kell szerintem. Nagyjából innen az összes lehetőség legyen lakossági zóna. Most ide elkezdenek beépülni az emberek. És megnézzük, hogy az ott mennyire segít azon az oldalon. Viszont attól félek, hogy ha egyszer benépesedik ez a rész, akkor itt megint megnő az igény az iparra, és akkor újra megjelennek a faipari zónák. És akkor feleslegesen raktuk le a lakossági zónákat, mert oda jöttek volna emberek az iparból. Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul ez az egész. Viszont akkor idéglenesen innen... kivesszük a fát, mert bár maradhat még, mert a többi ipari zóna az még be van kapcsolva. Úgyhogy most ide jöhetnek az emberek lakni. Kijelöltük az egészet, így van. Építkeznek is egyébként szorgosan. Jól van. Hát akkor egyenlőre ennyi lett volna most ez a rész. Ugye megoldottuk itt a kereteket, valamint a buszokat egy kicsit átalakítottuk, hogy még színesebbek legyenek. És ez sikerült is egyébként, akárhova nézek, csak színes buszokat látok. Illetve itt a kis
kikapcsolódó zónánkban, vagy sportközpontunkban, sportcentrum, nem is tudom még, hogy minek nevezem ezt a területet, szóval ide is raktunk le mindenféle új épületeket, amik szerintem, hát nem is épületek, ilyen létesítmények, amik szerintem egész királyak lettek. Oké. Viszont tényleg szerintem ennyi lett volna már ez a rész, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha ez így volt, akkor kérlek jelezzétek ezt egy like-kal és írjátok meg kommentben. És hogyha van bármilyen ötletetek, hogy még mit kéne hozzáadni a városhoz, akkor azt is nyugodtan írjátok meg kommentben. Ez most kicsit úgy hangzott, mintha abba akarnám hagyni a sorozatot, de szó sincs erről. Csak egyszerűen a véleményetekre vagyok kíváncsi. Viszont tényleg ennyi lett volna ez a rész, tényleg köszönöm szépen a figyelmeteket, és találkozunk majd a következő videóban. Addig is, sziasztok!